Az iskolák után az óvodák és bölcsödék is bezártak Szexádon, erről még hétvégén döntött ácsrezső, miután több ülésen egyeztettek a kialakult helyzetről. A felügyeletet mint egy 20-30 családnál nem tudják megoldani, nekik kiscsoportos bontásban biztosítanak gyermekfelügyeletet és napi háromszori étkezést is kapnak. Mindenki másnak újra kell igényelnie az ebédet, az eddigi márciusi megrendeléseket törölték. Eddig körülbelül 80 fő az, aki jelezte Szexádon, hogy igényt tart a melegételre. A hét a második felétől ők már zárt dobozokban kapják majd a napi adagokat, saját éthordót nem lehet használni, ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét, ennek költségét az önkormányzat viseli. Ezen kívül még számos területet érintően hozott döntést ácsrezső polgármester. Több olyan döntés kellett meghoznom, amelyben befolyásolja a szexuális életét, hiszen például az a bezárása mellett döntöttem, a sportcsánok bezárása mellett döntöttem, a könyvtár bezárása mellett döntöttem, és a múzeum is be fog zárni. Szeretném, hogyha minden kisebb mértékűre csökkenne az a felület amin keresztül a vírus hordozás megtörtént, vagy éppen a vírus egyik helyről a másikra, vagy egyik emberről a másikra átjuthatna. A legfontosabb, hogy aki teheti, maradjon otthon, mondja Ács Rezső. Az időseket különösen erre kéri. Ha lehetők még a lakásukat se hagyják el, a bevásárlást is próbálják inkább családtagokkal megszervezni, akár úgy, hogy az ajtó elé teszik a vásárolt árut, hogy a legkisebb legyen a fertőzés veszélye. Az idősek otthonában látogatási tilalom van jelenleg is, a nappali ellátórendszer is bezárt, csak az étkezést tudjuk biztosítani, és gyakorlatilag megtitunk minden külső bevitelt, tehát élelmiszertől elkezdve ajándékig, nem lehet bevinni a szépen, szóval. az önkormányzati intézményeknél ugyanezen okból már szervezik a távmunkát, akit lehet hazaküldenek, a személyes ügyfélszolgálatok szünetelnek vagy teljesen bezárnak, átállnak online működésre. A piac viszont nem zár be, bár már szombaton sem volt nagy a tömeg. A polgármester arra kér mindenkit, hogyha lehet csak a vásárlás idejére tartózkodjon ott. A kapuknál fertőtlenítőket helyeznek el, az árusok maszkot és kesztyűt kapnak. Fontos az is, hogy a diákok az iskolamentes időszakot ne csoportos bandázásra használják, mert az ugyanúgy fertőzés veszélyes. A közterület felügyelők és a rendőrök közösen ellenőrzik majd a játszótereket. A Tolnatáj Televízió a kialakult helyzetben felajánlotta segítségét az oktatási intézményeknek a távoktatás megvalósítására. Még sok döntés előtt állunk, amelyek a mindennapjainkat jelentősen fogják majd befolyásolni, de ezt mindannak érdekében tesszük meg hogy a vírusnak a terülését lassítsuk, akadályozunk, amilyen módon csak tudjuk. Ács Rezső azt mondja, a döntéseket most gyorsan kell meghozni, ezért is vállalta föl a felelősségét annak, hogy egy személyben dönt. A helyi operatív törzs most javaslatokat tesz neki, a döntést ő hozza meg. A jövőben még a helyi buszközlekedést érintő korlátozások is várhatók, de erről folyamatosan adnak tájékoztatást.